Egészen konkrét elképzelései vannak a Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara új elnökének arról, miként kívánja vezetni a jövőben az érdekvédelmi szervezetet. Konkrét szolgáltatásokat kell nyújtanunk, amiből tovább tudnak profitálni ezek a vállalkozók. És nem a levegőbe akarok beszélni, mert nyilván lehet kötni egy csomó együttműködési megállapodást, meg jól lehet kinézni a fotókon, de a lényeg az úgyis a részletekben rejlik, az ördög ott van, és én abban bízom, hogy akár beszéltünk az egyik banknak a regionális igazgatójával pár napja, biztos vagyok benne, hogy össze fogunk rakni egy olyan számlacsomagot például, amivel évente nem 5000 forintot, hanem kapásból a többszörösét fogja megspórolni számlavezetési díjba a vállalkozó, hogyha ezt a számlacsomagot választja. De szeretnék közös energiabeszerzést, közös szolgáltatásbeszerzést, üzemanyagkedvezményt, ezeket mind szeretném elérni Tolna megyei szinten. A komplex szolgáltatások nyújtása mellett az új kamarai vezető célja, hogy középpontba állítsa a nyitottságot, az együttműködést és a vállalkozók irányába történő nyitást. Mindig megkapom azt, hogy ha találkozom egy vállalkozóval, mit ad neki a kamara. És én azt szeretném, ha egy év múlva mondjuk erről beszélgetünk, akkor ez a kérdés nem merüljön föl. Tehát én el tudom mondani, hogy mit ad a kamara, sőt, nagyon sokat tudok erről beszélni, és tényeket fogok mondani, hogy mit csinál a kamara. Ezzel szemben ugye megkapom azt, hogy miért kell neki 5000 forintos kötelező regisztrációs díjat fizetni. Szerintem sokkal többet spórolunk, vagy adunk ennél az 5000 forintnál éves szinten. Amellett egyébként, hogyha az 5000 forintot lebontjuk egy havi díjra, az ugye havi 400 forint. Klasszikusan szokták mondani, hogy egy doboz cigára, de már az se, ugye maximum egy üveg sörára. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként ez effektíve egyik vállalkozásnak sem okoz komoly megterhelést, ez az egyik része. A másik részét megértem, hogy mind kötelező valamit mindig utálnak. Tehát nekem az a dolgom, hogy egyrészt elmondjam nekik azt, hogy ne kelljen nekik keresgélniük, hogy mit ad a kamara. Tehát pontosan tudniuk kell. Az új vezető több, mint két évtizede dolgozik már a kamara szolgálatában, a mostani voksoláskor pedig egyben megválasztották az országos elnökség és a jelölőbizottság tagjának is. 2000 évvégén szűnt meg a kötelező tagság, és 2001-ben gyakorlatilag a teljes struktúrát átalakította 2000 évvégén, 2001 elején, és kvázi egy új munkaszervezet vezetőjeként kerültem oda, és főtitkárként dolgoztam 2001-től gyakorlatilag 2009-ig a kamarában. Ez egy elég feszült időszak volt, a kézműves kamarát beolvasztották a kereskedelmi és iparkamarába. A kézművesek ennél fogva úgy érezték, hogy őtőlük valamit elvettek, természetesen a kereskedelmi és iparkamarában kaptak egy külön tagozatot, de azért nyilván ez mégsem volt ugyanaz. És a többi tagozaton belül is volt feszültség, ami aztán 2008-ban egyébként kicsúcsosodott, de azt a vezetést, amit szerintem összeraktunk 8 év alatt, azt sikerült megtartani, azt a struktúrát sikerült megtartani, és azt is el lehet mondani, hogy gyakorlatilag azt sikerrel megcsináltuk, hogy az önkéntes kamarai tagságra való átállás során sikerült életben tartani, életképessé tenni a kamara szervezetét. A közel 20 éves sikeres vállalkozóként működő Beréti Zsolt szerint a cégeiben szerzett tapasztalatai kifejezetten segíthetik a kamarai munkáját. Kamarai elnöknek úgy érdemes lenni, hogy először vagy vállalkozó és utána kamarai elnök, nem pedig először kamarai elnök és utána vállalkozó. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy vállalkozásod, nyilvánvalóan nekem egy vállalkozó bejön hozzám, nem kell elmagyarázza az alapproblémáit, mert ugyanazok az alapproblémákkal küzdök. Ezek a generális problémák, mint infláció, üzemanyag, energia árbeszerzés, munkaerőpiac minősége, mennyisége, ezek engem ugyanúgy sújtanak, mint bármelyik más vállalkozást. Tehát nekem ez napi szinten kvázi tréningben tart, tudom ezeket a problémákat, értem a problémákat, és remélem, hogy tudunk rá közös választ adni. Tervekkel tehát bőven büszkélkedhet a kamara új elnöke, a célja pedig, hogy ezek megvalósítása minél előbb realizálódjon.